Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Most a Lilith energia érezhető. Ez kihat az érzelmeinkre, a vágyakra, a reményekre és az álmokra. Mivel a Lilith energia mező most közel áll a mi földünkhöz, akkor az azt jelenti, ez az álom megvalósul. És most bepillantunk a kártyák világába. Egy szerelmi jóslás. Itt látható a mozgás, előre mennek az események, itt vannak kapcsolatok. Az is lehet, hogy lesz egy meghívás, egy ünnepség, találkozás másokkal. Itt ezen a képen megjelenik egy hölgy, egy jóindulatú és egy gazdag hölgy. És mivel ez a kisugárzása azt jelenti, hogy segít neked. Te találkozol ezzel a hölgyel, és ez a hölgy jóindulatú veled szemben. Az is lehet, hogy rád utal, változik nálad valami, itt lesznek nyeremények, gazdagság. Itt látható a bíróság és egy bíró, az lehet egy bírósági ügy, például egy örökösödési ügy, és mivel megjelenik a gazdag hölgy, az azt jelenti, te itt nyerni fogsz. A képek azt mutatják, itt lesz kapcsolat másokkal. Ez a hölgy jóindulatú veled szemben, és segít neked. Az is lehet, hogy eddig igazságtalanságok érintettek téged, de itt lesz egy nyeremény, és pénzügyi dolgokról is szó van, tehát pénz jön a házhoz. Itt van egy hosszú-hosszú út. Lehet, hogy eddig vártál arra, hogy itt legyen ez a nyeremény, vagy meglegyen a segítség, vagy azt is jelentheti, hogy most jó kapcsolatokat ápolsz, és ezek a barátságok, vagy ismerősök ott maradnak melletted, és itt lesz egy közös életút. Itt ez a kisfiú nagyon szegény, és fél attól, hogy mindent elveszít. Ez arra utal, hogy eddig voltak nálad félelmek, hogy veszteség lesz az anyagiakat illetően, vagy elveszíted ezt a pert a bíróságon, de azt is jelentheti, hogy félsz attól, hogy elveszíted őt, és akkor utal a párkapcsolatra. Itt látható a betegség, tehát ez az érzelem, a félelmek, hogy elveszítesz valamit vagy őt, ez betegít téged. De mivel a másik kártyák utaltak a gazdagságra, a nyereményre, itt nem kell félned semmitől.
itt látható az életút, de ezeket a félelmeket, hogy elveszítesz valamit vagy valakit, ez nem tesz jót neked, ez betegít téged. Tedd át magadat a félelmeken. Itt láthatóak a magas célok, és az is, hogy ezek a célok elérhetőek. Itt látható egy tolvaj, az azt jelenti, hogy sikereid lesznek, eléred a céljaidat, vagy kapsz egy magas pozíciót. Tehát a karrier az ott áll előtted, de van rossz indulat a háttérben, mert valaki nem akarja, hogy te elérd ezeket a magas célokat. A tolvaj eltávolítja ezt. És ez nem azt jelenti, hogy te ezt nem éred el, hanem valaki szeretné, ha ez eltávolodna tőled. Itt látható egy férfi a háttérben, aki nagyon szomorú, vannak gondjai. Az is lehet, hogy a tolvaj eltávolítja ezeket a negatív gondolatokat, vagy nála volt ez a tolvaj, ez a lopás, és emiatt nagyon szomorú. A kártyák azt jelentik, hogy legyenek nálad meg az álmok, a vágyak, a remények, különösen most ennél a Lilith energiánál, ezek elérhetőek. Itt a tolvaj azt jelenti, hogy van valaki a közeledben, aki ezt nem akarja, hogy te elérd a céljaidat, hiszen el akarja venni tőled itt a tolvaj. De itt látható még egy idősebb úr, valaki a környezetedben, akitől elloptak valamit, vagy itt vannak ezek a szomorúságok, ezek a gondolatok, ezek a negatív gondolatok, és akkor a tolvaj segít abban, hogy ezeket a gondolatokat eltávolítsa tőle. Ez az úr jelentheti a te lelki társadat is, aki most töpreng valamin. De, mint látjuk itt a tolvaj, segíthet abban, hogy ezek a gondolatok elmúljanak. Vagy valaki ellopott tőle, valamit becsapta őt, és ezen gondolkozik itt el. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!